De továbbra is tél van. Tegnapi edzés egyébként úgy sikerült, hogy 860 ezer kalória volt. Ugye kicsit ez miatt, mivel el kell indítani a követést, hogy videót tudjak indítani, és utána nulláztam ki, így kicsit később lett kinullázva, szóval valójában lehet, hogy csak 838 ezer kalória volt a tegnapi, és ez a 20-30 ezer már ma van, hogy annyival kevesebbet mérünk ma. Gyilkos kanyarba, ilyen időben a festett vas. Nem röhögöd el magad, ha megcsúszik. De ez egy ilyen város, ide biciklis utat keresztbe szelik, főleg kanyarba kell tenni ilyen festett vasokat. Mert hogy az autót úgyse fogja meg, az úgyis itt jön szembe mindig. De legalább biciklizni szar rajt, az ékerékpárút. De elég depresszív ez a 4 fok panel erkély nyugati fekvés. Erkélyen mérve, itt szerintem van egy 0, vagy 2. Hát... sima pedál, puding bakancs, puha gumitalp, eszi az energiát, és nem lehet húzni, nincs SPD. Irgalmatlan szar, ugye már eleve a téli ruha, az ront az időn egy 4 percet. Hát így az SPD hiánya még 4 percet. Úgyhogy az 52 perces rekordidőből az 1 órás rekordidő lesz. Ugye bentről a városból, a leány otthon elől a 40-es kilométertábla, a 67-es főúton ki a Desedára körbe és vissza oda. Szép, szép ez a tél, de iszonyatos hideg. Nagyon nem bírom, föl kell venni a kesztyűt. Még egy ilyen szar. Hajtsuk meg! Legalább fény az van. Ha már SPD nincs, ez csak így olyan érzés, mint hogyha egy ilyen háromkerekű első kerékpedálos direkt gyerekbiciklivel tekernék azzal az 1 centis hajtókarral. Olyan nincs erő. Nem lehet átvinni erőt. Nem tudom meghúzni, amivel ugye nem csak a húzás erő, hanem ettől nagyobb erővel tudom taposni. És ha fölállok, még rá is állok. Szóval húzok egy 100 kilót, nyomok egy 100 kilót, még ráteszek még 100 kilót, egy disznó vagyok. Az már 300 kiló SPD-vel. Így meg jó, ha összesen negyed fordulatonként ilyen 100 kilós, ha összesen 60, mert elszakadna a cipőtalp. Ha már föl kell állni, nem merek rálépni. Ugye a bimbi cipőtalpak nem bírják a kemény tekerést. De az SPD-ben meg lefagy a lábam, mert nincs pénz téli SPD csizmára. Úgyhogy itt le is szereltem ma az SPD felespedált. Eltettük téli álmot aludni a kerékpáros cipőt, és szenvedünk télen, bakancsba bénán. Hát ez van! Még ezek a csúszós festett vasak a kanyarokba. Kaposvár, a nyugati város. Látszik ez az idő, ez olyan kimondottan szarul hideg, a kezem szétfagyott, és nincs rajtam szemüveg, úgyhogy a szemem is, de ha lenne, akkor én nem látnék, mert bepárásodik, hogy a maszkból lélegzek ki. Plafon 158, pillanatnyi 141, jó lesz ez így is, az edzésnek ez a lényege. Púlzus szorozva idővel. Most az idő alatti púlzus integrál, vagy integrál púlzus alatti idő, ez is hülye hangzik. Az az edzés.
De mondjuk, hogy keresztbe vagy hosszába fektet a terület, az mindegy, nem? Ugye, mert nem hallandó a pulzusod, ez egy grafikon, az idő az megy, és közben az ott megy, és ha alatta a terület nagy, akkor sok energiát használtál fel. Volt értelme edzeni. Hiába tekert 8 órán át, ha a pulzusod alacsony, mert 110-es pulzus a nulla, az fölött rajzolódik a grafikon. Úgy képzeld el, hogy 110-nél már valami kis erdját edzel, 120-nál már Frank Homer 120-as pulzussal már bemagy az aeróbba, ott már zsírt éget. Igazából ez a nullája. 120-as pulzus fölött rajzol egyáltalán grafikon. Hajtsuk meg! Azt a deszint! A kezem. De megtartom! Ja, hogy állt meg a telefon? Mi, hogyha itt a kezem? A másikba. Jaj, magas! Jaj! Jaj! Kell az ide kaposvárnak, hadd essen el egy csomó biciklis. Na, már kezd üres lenni a baleset. Kicsi pihi, mert ugye jön a fele, aztán a kardiolejtő, ugye az S alakú kegyetlen emelkedő. Amíg egy tizet le kéne pihenni, mire odaérek, mire ahhoz a házhoz érek ott fönn, addigra valószínű 160 fölött leszünk. Ott megnézzük. A következő 3 percet biztos nem meg lesz videón. Mert hát kéz és láb és minden kell, főleg, hogy nincs SPD, hú, de rossz lesz. Nem lehet húzni, csak punyogni a pedálon, így löködni. De rossz ez a negyedfordulat hajtás. Na, hajtsuk meg! Ez ilyen szép. Hogy milyen jó. Ez a videó. Itt milyen szép, hogy itt milyen hideg van, erről is szól, ez a videó, és hogy hideg van, jaj, de utálom, hú, hát, gyötrelmes volt SPD nélkül feltekerni a kardió lejtőn. Nem is lett meg a 160, csak 159, hát reflexből mindig húzom, ha kemény akarok lenni. Ezt elemelem a lábam a pedálról, és majd eltakarok. És ez arra kényszerít, hogy visszavegyek a rendületből, úgyhogy még így se tudok kiterhelődni, amennyire egy pedáló lehetne. Fos talpú cipőbe. Talán hajlandóak kicsit arrébb menni a gyalogosok, néha, és így megúszhatjuk a balesetet. Hajtsuk meg! Én úgy gondolom, hogy ez a szép idő, de nem a jó, mert ez nagyon hideg, ez nagyon rossz idő van. Hát nem nektek, nektek szép a kép. De itt majd meg lehet fagyni. Itt nincs meg a 4 fok. És ugye ehhez képest még egy 24-et, 25-öt hűlhet. Hát van úgy, hogy mínusz 20 van. Hát edzeni kell, szóval ez nem ok. Mert ha ok lenne, akkor bármi ok lenne, azt soha nem kéne edzeni, ugye? Ilyen 4 fokban ugyanúgy hízol, hogyha nem mozogsz. Úgyhogy kell. Ezt az egy óra fájdalmat túl kell élni. Azt, hogy most még a hideg is közrejátszik, és még szarabb, ez egy dolog. A nyáron se volt azért tumultus edzőkből, amikor 40 fok volt, nem kellett vinyogni, hogy megfagysz. Épp mondtam is azokon a videókon, hú, de jó volt a 35 fok, jaj, de szerettem.
de szeretném. Hú! Azokba lehetett menni 3-5 kört. Jaj, de jó volt. Azért is a később lett teste, meg azért is, ha nem fagy szét. Mert így ugye, a 4 fokba, a bitang sok ruha, iszonyú kellemetlen. A víz belekerül, felszívja, és megfagy. Főleg, ha meg kell állni valami miatt, az halálos. De nem is kívánnám a második kört valahogy egészségtelen, mert szétfagynék. Az 1 órát viszont túl kell élni a szervezetnek, mert ami nem öl meg, az megerősít, kivétel a medve. A medve az megöl. Így is kell. Ha valaki jobb oldalt megy, akkor te menj a bal oldalt. Egy kicsit mindig be a közepéhez, hogy valaki elférjen valahol. Hajtsuk meg! Hát nem vicces ez az idő, na. Nagyon nem vicces. Nézzük az átlagot. Az 41-es pulzus átlag az óra alatt, ugye az 1 órás edzés alatt, nem rossz. Hiába hosszabb az idő, nem hiába, hanem sokkal nagyobb edzés, ugye, mert tovább tartott. Hát kalóriába. Minden nem látszik. 650, most már 5000, 654000 volt az előbb. Szóval 50 lesz szerintem otthon, plusz ez a 30-a, ugye később indítottam egy 30-50-re, szóval megint egy olyan 7 és 800 között, de 770 ezer kalóriára satszolom a teljes edzést a végéig, mert innét még másfél, majdnem 2 kilométer, meg a felén is sincs a 2 kilométer. Sőt, hogy most elcseszték itt az átjárót, így hamarabb, hogy tovább kell menni, hosszabb az egész kör. 4 km fölött vagyunk naponta. Egy dolgotok van! Nem maradjatok le semmiről! Csumi!